is. Hát nem vagyok én úrinő, csak egyszerű leány, de kümenőm van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszári, ki lehetne más, és a gazdám uzsoki mor, hadi uzsorás. Azért jöttem el magához, igen tisztőt úr, mert a szallom magánál sok színészné tanul. De ott hagyom a cselédpálát, üsse meg a kő, lehet majd még belőlem is pesti színésznő. Jól van drágám, de először vizsgáznia kell, legjobb lesz, ha rögtön egy kis nótát énekel. Gyere, te néman, légy az enyém, te vagy a legkusztább legény, a te kurázsid, a teste lázsid, szebb, mint a legszebb költemény. Gyere, te néman, gyere pofám, maradj a nőcskét oldalán, nincsen a földön többi egyén. Gyere, te néman, dosz, légy az enyém. Kitűnő volt, mondhatnám, hogy direkt egy csodás. Tessék, lányom, itt van már a megállapodás. Kár lenne a Dézsa mellett elvirulnia. Pardon, ez nem kompliment, kár elpirulnia. Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán máma estére már fel is léphetek. Jaj, Kosári Emánuel, Fedák Sárika, itt van az új kollégátok, Pacal Mária. Gondoljuk most, tisztőt úr, hogy ön a partnerem, próbáljon meg egy kicsikét nótázni velem. Gyere, te néman, légy az enyém, te vagy a legkusztább legény, a te kurázsid, a teste lázsid, szebb, mint a legszebb költemény. Gyere, te néman, gyere pofám, maradj a nőcskét oldalán, nincsen a földön többi egyén. Gyere te néman, dosz, légy az enyém.